Április elején helyezett ki az Éjjel-Szombathely Egyesület egy-egy kupakgyűjtő szívet a Dómuszhoz és a Borostyán kőáruházhoz. A gyűjtők hamar népszerűvé váltak a lakosság körében, azóta többször megteltek már. Azokat a Szova ZRT rendszeresen üríti. A kupakokat a körmendi hulladékudvarban tárolják, majd hulladékfeldolgozó cégeknek értékesítik. A kilónkénti ár 10 és 65 forint között mozog. A belőlük készült granulátum jól hasznosítható fröccsöntött termékek előállításához, de az építőiparban és a kereskedelemben is alkalmazzák. A kupakokból származó bevétellel a Holnap háza autista lakóotthont és az SMA betegségben szenvedő másfél éves Horváth Noel gyógyulását támogatják.